Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Panzercorps második részének folytatása. A Grand kampányunk történelmi ágával. Lássuk! Maradt egy repülője, vagy esetleg több is. Ho-ho, az egy csúnya tüzérség lett. Azt megkapta. Még egy gyalog. Ennek nem örülök. Ouch. Ha ide vonul vissza, akkor csak nagyon rossz a helyzetünk. Mondjuk itt esetleg körbe lehet majd ezt vágni. A szegény gyalog. Elpusztul? Így nem biztos. Hát, egyet még tud valószínűleg menekülni. Kérdés, hogy bármi még meg tudja támadni, mert akkor valószínűleg elhal. Oké. Egyelőre még megijuszta. És azt hiszem, most már nagyon itt az ideje, hogy elinduljunk Cserkaszi felé, mert különben elfogyunk. Időből. Az nem jó irány volt. Hát annak vége szerintem. Ja. Hát még ha lemarad a... akkor talán. Bár akkor sem valószínű, mert bárhol meg tudja kergetni az a tank. Oké. Még egyébként itt körbe lehetett volna mert nyesni őket. Hát most nem tudom, hogy meg tudom-e csinálni. Ezek megúzták. Ezekkel elindulunk. Az elfogós tankkal ki tudjuk ütni ezt a 12-es csapatot. Végtelenbe elmenekül. Ez ugye nyílt terep, igen. Nyíljon. Elfogó egység megeszi. Ezekkel meg egyébként elindulunk itt a dzsungelen keresztül. Kettő. Itt tudunk ütni még egyet. Na, legalábbis a terv az volt, hogy tudunk ütni még egyet, de... Oké, elvileg nem tud beljebb jönni. Úgyhogy ide jöhetek. A hegyre nem állhatok fel sajnos, mert az akkor elérne. Azt még nem tudom, hogy a várost mivel védem meg, hogy őszinte legyek. Valakinek ki kéne szedni azt a kettes kegyalogos. Partizán úgyhogy nem olyan vészes. Úgyhogy nem olyan vészes. Hát te azért gyógyulj egyet. Valakinek le kell szedni azt a nyavaját. Jó, ez a valaki megvan. Bugy. Ígérsz kettőt, ígérsz hármat. A partizán nem érdekel, az nem jó, hogyha túléli, de magában azért nem is fog fenyegetni semmit. Igazán kiölhettük volna, de hát na. Ez ilyen. Van egy dupla bombázónk, te mit ígérsz erre a bogyóra? Kettőket, itt mit ígérsz? Kettőket, jó. Akkor nem is kérdés, hogy te elmész érte. És igazából valószínűleg kiütjük azt is. És
Szóval egy jó kérdés, mert ezt el lehetne itt egy kicsit nyesni, de itt valami frontvonalszerűséget kéne nekem tartani. A különféle feladványok érdekében. Úgyhogy inkább... ez jó kérdés, lehet, hogy gyógyítani kellett volna. Ezt most nem tudom megmondani. Ezek nem sokak. Hogy őszinte legyek. Három egy az nem segít rajtam. Annyit meg tudunk tenni. Annyit meg tudunk tenni. Ez itt egy kis mini felderítést végez. Nem tudom, meddig mehetünk, úgyhogy te gyere eddig. Üres a reptér. Még itt elképesztően sok gyalog van, úgyhogy körbe tudnak venni. Ahogy a reptérre már nem tud ráállni. Akkor nem is kérdés ez, amit terveztem, hogy esetleg el slettenkedünk a reptérig. Mondjuk ezzel elmehetünk. Ez nem olyan... Au, ez nekem nagyon nem jó. Azt ott kivégzik. De ezt beinfutottam futottam bele. Úgyhogy ezzel nem tudok mit tenni, ezt benyaltuk. Ez itt üt egy H4-et. Ezt majdnem biztos, hogy ki fogják lőni. Nem ér el oda. Kérdés, hogy akarok-e itt bohóckodni? Nem az, hogy akarok-e, de ezt a tankot jó lenne elvágni és kiszedni. És akkor azért ez a déli, vagy mi az keleti csapat, ez egy kicsit meggyengül. Az a vagy itt még mindig jön egy újabb nagy tank. Tehát még mindig van három érvényes tank. Na jó, ez már nem annyira. Meg még egy nagy tüzérség, plusz rengeteg-rengeteg gyalog. Az a része kimaradt, amikor elfogyasztottuk őket. Úgy rendesen. Az a része úgy kimaradt, és valakinek kéne azon a reptéren állnia. Az a valaki, az te vagy. Jó lenne oda is beállni nyilván valakinek. Van esélyünk? Mennyire drága lesz nekem? 8. Hát attól függ, hogy mozog, ez még nekem egy kivégzés is lehet erre. Ez nem biztos, hogy megérte, sőt inkább azt mondom, hogy biztos, hogy nem érte meg. És mindenkin rajta állnak. Jó, annyit tudunk megtenni, hogy ezt egy kicsit segítjük. Ezt a tankot, hátha kimentjük. Ó, még több erő. De mondjuk itt már legalább közeledünk Cserkaszi felé. Ez is... Nem ez egy... Itt van két tiszta terep. Nem sok, de kettő. Bárki elé tud állni annak? Nem. Bárki tudja blokkolni azt a repteret? Ja, te. Úgyhogy igazából ezt megejted. Mert ezt most talán védettnek tekinthetjük. Itt most valamelyiket el kéne ezek közül tolniuk. Jelentősen. Egyiket sem tartom valószínűnek, hogy meg tudja tenni. Azt a tüzérséget azért bombázzuk meg.
az mindenkinek jó lesz. Hát örömmel venném, ha ezt ki tudnánk lőni, de ahhoz nincs egység. Hát kemény lesz. Kemény lesz a cserkaszi bevétele. Annyi jó hír, hogy itt leszünk a pálya szélén, tehát ellátmányunk van. És ez legalább tiszta, nyílt terep a városon kívül, de hát az olyan, amilyen. És akkor itt mondjuk van mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hát akár még meg lehet a bónusz is. Ha nincsenek gubancok. Oké, ezt mondjuk olcsón megúsztuk. 5, az csúnya. Az csúnya. Mi a partizán az inkább öngyilkos. Szerencsére. Ő belép az elvágó zónába. És ezzel nem számoltam, hogy ott hátulról fogják még megtámadni. És elvágnak engem. Plusz partizán. Jó, hát az... És sikerült a létező legrosszabb irányba visszavonulnod. Ez se lesz... Ez se lesz nekem egy jó kör, úgy érzem. Őt elvágták. Van egy lőszere, úgyhogy ha legalább lőni tud, akkor talán nem haszontalan. Hát... Meglátjuk. Ha kikergette volna, de nem kergeti ki. De nem kergeti ki, úgyhogy ő teljesen el van vágva. Ez a felmentés, ez egyetlen lépéssel később jött, mint kellett volna. Egyetlen lépéssel később. Oké. Ezt kivégezzük. Annyival beljebb vagyunk. Azt meg tudjuk harapni még egy háromra. Hát kettő, de legalább megvan. Ezt meglőjük egy picit. Nem sok, de legalább valami. És akkor ezt a tankot tudjuk most védeni. Neked gyógyulni kell, azt nincs kérdés. Neked ott van egy 3-11-es cserél. Ami ilyen egészen kellemetlen, de... Ez van. Te itt ígérsz nekem egy hetet a Sturmovikra. Aztán azt hiszem van még itt valahol egy vadász. A részünkről, de lehet, hogy nincs. Lehet, hogy elfogytak a bevethető erőink. Négy az legalább segít. 6 az főleg. 6 az főleg segít. Te ígérsz nekem 4-et, azt ha tudod is hozni, akkor tényleg jó. Azt ha valóban tudod, akkor még nem is rossz.
Oké, te nem tudsz olyan helyre menni, ami nem lenne halálos. Ami nem egy jó hír. Oké, ezzel nem vagyunk előrébb. Sokkal. Ó, dehogy nem. Akkor ezt kivégezzük. Aztán ígérsz neki egy hármat. Négyel megütjük. Azt nem gondoltam volna, hogy oda menekül, hogy őszinte legyek. Azt nem gondoltam volna. Mert annak a menekülési útvonalnak nem sok teteje van. De így lépett. Mindegy. Most már ezzel nem sokat tudok mit tenni. Itt van még a nagyfiú. Ígérsz kettőt, az nem sok. Vagy lelőhetjük a sturmavikat? Hát, az jó kérdés. Az se egy rossz opció. De úgy érzem, ha ezt a tüzérséget egy kicsit itt meggyepáljuk, az azért mindenkinek segít. Oké, hát a gond az, hogy te neked muszáj itt maradni, védeni ezt a repteret. Akárhogy is látom. És ezek hiányában ugye nem tudunk gyalogat kirakni, meg felszíni erőt kirakni. Van még ez a tüzérség. Oké. Arra én azt mondom, hogy az jöjjön ide, ez pedig ide. Egy kicsit veszélybe van, de úgy érzem, hogy nincs valódi veszélyben, csak egy kicsit van veszélyben. És akkor ezekkel talán át tudunk itt rágni magunkat ezen a végtelen gyalogállományon. Ami következő körben nincs repülőzés egyébként. Aha, az egy remek hír, hogy egyébként egy körben az egyetlen egységzóna, egy típusom, ami működik, a repülő, az nincs. Az egy remek ötlet. Az egy remek hír. Ó, őt tudta gyógyítani, ennek nem örülök. Abból még valami kisülhet. Hát ez pek. Ezért pek, amikor itt ilyen kávék rohangásznak. És mint látható, van belőlük. Még mindig bőven sok. Jó, hegyi tüzérség. Nem jó, de ott van. Jó, az szép volt. Az szép volt. Azt tudom értékelni. Jó, minden repülő elmegy kapálni. Ebben a körben. Enyém is, övé is. Jó, nem jó, így járunk.
te gyógyulj szerintem, ahogy alapvetően te is, és te is. Itt a baj, hogy ezzel még csak ki se tudom ütni. Itt a baj, hogy ez ennyi volt. Gyógyulj fel! Gyógyulj fel! Ha nem is öljük meg, de azért jelentősen elfogyott. Elven elér, gyakorlatban az a baj, hogy nem látjuk. Megkockáztatom. Ez rizikós, de nem tudok mit tenni. Elvileg senki nem látja, én nem látom, ő se lássa. Úgyhogy azt hiszem nem veszélyes, de nem jó. De nem jó a helyzetünk. Ja, hát a repülők nem csinálnak semmit. Úgyhogy akkor ez egy ennyi kör volt. Ha egyszer az erőim nagy része a repülőkből ered, szegény gyalogokat piszkálja. Öt, három. Ó, és bemegy az elv... ahogy ezzel elvág engem. Hát ez van. Na, azt nem tartom tisztességesnek, hogy itt ez most el vannak vágva. Azért, mert... mert ketten is mellém léptek, azért el vagyok vágva. Ez milyen agyhalott lépés volt? Már nem azért. Hát az előző ötöst azt jobban örültem volna, ha megismétled. Azt azért jobban örültem volna. Megkockáztattam, hogy a hármast kiszedjük. És utána kiszedjük ezt a parát. Nem, mert ez nem adja meg magát, mi? Ja. Oké, hát ezt tudom. Akkor figyelek arra, hogy mit csinálok. De nem figyeltünk rá. Jó. Te ígérsz nekem itt egy ötöt. Ígérsz nekem itt egy hármat. Ígérsz nekem ott egy kettőt. Ha ígérsz nekem egy kivégzést, és akkor visszalépünk, hogy biztosan ne legyenek elvágva. Lehet, hogy nem kellett volna még. Lehet, hogy meg kellett volna várni vele azt, hogy mit tudunk esetleg még kihozni belőle. Ötöt ott ígérsz, az már jól hangzik. Hárommal megkergeted.
és fölmész oda. Kerítünk valamilyen bombázó félét, amelyik ígér nekem ezen hármat. Jó lesz vadász is, teljesen jó. Csak szedje ki. Oké. Okay. Ez így azért valahol áll. Oké. Okay. Érdekes ambus volt, de... De nekem jött ki jól. Tehát az ambust megnyertük, mert így jártunk. Tehát nem volt más opciónk, mint hogy megnyerjük az ambust. Tehát nem volt más opciónk, mint hogy megnyerjük az ambust. Oké, na ez azért kezd elképesztően veszélyes lenni. Mert itt ilyen heteket, meg ilyesmiket harapnak erőlködés nélkül. A 3-1 az kezd szimpatikus lenni, az nem, az szóba se jöhet. Azt nem tudom, hogy körbe tudja járni. Jó. Hát ez se egy biztonságos lépés, de... De hát ennyit tudunk tenni. Neked valamikor kell egy gyógyulás, ha ezt akarom még használni. És akkor... Kezdjük meg ezeknek a valamennyire való likvidálását. Az barhára nem sikerült hozni, amit kellett volna. Oké. De mondjuk, ha én a hegyen ott állok, abból belehalok. A mocsáron egyébként ugyanúgy vulner, igen, ugyanaz. Nem, plusz 4, de nem plusz terén. Oké, akkor ugyanolyan rossz, mint a... Ugyanolyan rossz. Álljunk ide. Őt szinte biztos, hogy körbe fogják venni, de ide nem tudnak olyan sokan fölmászni. Azzal nyertünk egy kevéskét. Nem sokat, de azért valamit. Azt a 4-et én jónak tartom. Hát a 4-et főleg jobbnak tartottam volna. Ez is ilyen nem megadós, vissza nem vonulós, de megadni megadhatja magát. Mondjuk ha nem vonul vissza, akkor nem adja meg magát. Automatikusan ambus, ha megtámadjuk. Az egészen elborult képesség. Az egészen elborult képesség. 2. 2-2 ígér ide is. Lőjük ki ezt. Nem egy nagy eredmény, de halott egység, halott egység. Az azért előrébb visz. És akkor a maradékot meghagyjuk legközelebbre. Azt hiszem, vagy még te, van itt valami repülőféle, vagy nem? Ott azért ígérhet egy szépet, egyet, hát annál szebbet vártam. Ott a 3-akat ígéri, az már majdnem olyan, mintha szép lenne. Ott 3-at ígér. Az már majdnem olyan baráti, és itt kellett volna az, hogy nem vonulunk vissza, mert azért itt
a három után lehetett volna valamit harapni például ebben, ha ezt nem lépjük el. Kettővel már nem annyira. Arra már nem tartom olyan fényességesnek. Ja igen, hát az elfogunknak itt az egyebeket kellett takarítani, úgyhogy nem mehetett el ezért. Pedig jó lett volna. Na hát innen folytatjuk. Azt mondom, hogy nem reménytelen, de nehéz mutatvány. Itt van két gyalog. Ja, a partizán az előbb-utóbb elfogy. Nem olyan gyorsan egyébként sajnos. De itt van három para, amit valahogy ki kéne bányászni. Plusz nem tudom itt még milyen védelmek vannak Cserkasziba. Magába. Meglátjuk majd legközelebb. Ha nem jön be, akkor nem jön be. Ez lehet, hogy újra kell majd futni egyébként ezt a menetet. Nem tudom, kiderül.